Szinte napi rendszerességű, hogy lopást jelentenek a nyíregyházi sírkertben, de az is előfordul, hogy háztartási vagy építési hulladékot helyeznek el a sírok között. A rendbontások és a szabálysértések megelőzése érdekében polgárőrök járőröznek, az esetleges lopásokra rendőrök is figyelnek a temetőben. Valamennyi sírunk, mintegy 36 ezer síremlékről beszélünk, magántulajdon képeznek a rendelkezőknek, illetve a hozzátartozóknak a tulajdona. Ugyanígy a rajtuk elhelyezett kegytárgyak, illetve virágok és csokrok. Ezeknek az eltulajdonítása sajnos majdnem azt mondom, hogy napi szinten történik, de még egyszer mondom, hogy mivel magántulajdon elleni cselekményekről van szó, ezért mi is el szoktuk mondani, de most is csak azt tudom mondani a károsultaknak, hogy a megfelelő szerveknek, rendőrségnek kell bejelentést tenni, és ők ezügyben eljárnak. Magánemberek is figyeltetik családi síremlékeiket, ez a kamera is a rendőrséghez van bekötve. Viszont központi kamerák is vannak a nyíregyházi temetőben, ezekkel is próbálják elriasztani a rablókat, akik legtöbbször virágot, vázát lopnak el a sírkertből. Működik az önkormányzat, vagyis a tulajdonos által telepített kamerarendszer is a temetőben, nyilván nem teljes lefedettséggel, de a frekventáltabb területeket mindenképpen figyeli. Lesz még egy 360 fokos kamera is reményeink szerint elhelyezve, amely szintén a biztonságot fogja növelni. Fontos tudni, hogy a rendőrség rendszeresen jelen van és járőrözik a temetőben, és köszönjük is ezt nekik. Ugyanígy a nyíregyházi közlekedési polgárőrséggel kötöttünk egy megállapodást. Ennek értelmében ők is naponta többször megjelennek teljesen adhok módon a temetőben, és jelenlétükkel tulajdonképpen próbálják erősíteni a biztonságot, illetve ezeknek a cselekményeknek a háttérbe szorítását. Az igazgató hozzátette, a temetőben a város közterületeire és parkjaira vonatkozó szabályozások érvényesek, azonban munkakutyákon kívül kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos. A temető biztonságához a balesetvédelem is hozzátartozik, ezért a romos, gondozatlan sírok tulajdonosait felszólítják azok rendbetételére, amennyiben ez nem történik meg, a labilis, balesetveszélyes fejköveket lefordítják.